bizonyos részét lehet bejárni és megtekinteni a padlástérnek. De ha nem tériszonyos, akkor a lisztől jobbra egy vas lépcsősor, egy rácsos lépcsősor oda vezet, nyugodtan fel lehet menni. Sekrestyében is érdemes szétnézni, illetve ha kimegy a sekrestyéből, rögtön balra fordulva a kőkorlát mögötti imaterembe lehet feljutni. Az imateremben egy fotókiállítást lehet megtekinteni. A fotókat egy Kanadából Erdélybe költözött tanár úr készítette, és zömében Erdély országot ábrázoló szép képekkel. És a kint lévő fa harangtól is. Nagyon szépen, köszönöm. És akkor meg lehet nézni, hogy miből is készült valójában a bolti, illetve a padlástérnek a gerendázatát, tetőszerkezetet belülről, kitekintés lehetőség oldalán. Istentiszteletre tartanak. Istentiszteletre tartanak. Természetesen ez egy élő gyülekezet, vasárnap 10-től 11-ig istentisztelet van, ez alatt a látogatók turisták nem is jöhetnek be, ezért vasárnap 10-12-től van nyitva a látogatók előszakán. De istentiszteletre belőle. Akkor bárki, hát nyilvánvalóan arra bárki jöhet, csak fotózgatni, jönni, menni, látni, istentiszteletre bárki, aki szeretne, szeretett. És a szarkofágban? Melyik bátori van a szarkofágban? A fekvőben? Igen. A fekvőben az az Ecsedi bátori, aki 1605-ben hűnt el, akit zsoltárosként is emlegetnek. Az álló pedig nem más, mint a templomét vittető Bátor István szarkofágának a fedele. Igen. Köszönöm.